Hallottátok már a fideszes Orbán Balázs legutóbbi kijelentését, miszerint 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt. Nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség. De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert 56-ban... Az lett, ami lett. Értelmezzük, hogy akkor mit is hallottunk. 1. A szuverenitás védelem eddig tart, hiszen a Fidesz hagyná, hogy bárki megszállja a hazánkat. 2. Az 56-os hősök áldozata is hiába való volt, hiszen ezek szerint minek lázadoztak, úgyis csak leverték a forradalmat. Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk? Ennek örömére hoztunk egy oklevelet Orbán Balázsnak, és emlékeztetnénk rá, hogy ez az ő öszödi beszéde volt. És ahogy az öszödi beszédnél is most is csak egy dolgot követelünk, hogy mondjon le, mert a haza nem eladó. Semmi pénzért.